Köszöntöm nézőinket, önök a Tónatáj Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Első Dunamenti Sült Kolbász Fesztivál. Kiváló hangulat és hatalmas érdeklődés. Egy tonna és 10 méter. Felállították a város karácsonyfáját Szekszárdon. Pop Fesztivál. Fellépett a Tamási Koncert fúvó zenekar. Szoboravatás. Emlékművet állítottak Lányi Péter zongora művésznek. Első alkalommal került megrendezésre a Dunamenti Sült Kolbász Fesztivál Szekszárdon, amelyet hatalmas érdeklődés és kiváló hangulat jellemzett. Közel 800 ember részvételével került sor az eseményre, ahol mindenki önfeledten mulatott. A jó hangulatról zenekarok és hagyományőrző egyesületek is gondoskodtak. Vasárnap került megrendezésre az első Dunamenti Sült Kolbász Fesztivál, ahol közel 800 résztvevő jött el a Vármegye Székhely piac terére, hogy együtt tölthessen kötetlenül egy kis időt, miközben mindenki ízletes kolbászokat készített. Berta Zoltán főszervező, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke elmondta, az esemény gondolata már régóta dédelgetett vágy volt. 3 éve tervezzük, hogy Szekszárdon is szeretnénk egy nagyszabású közösségépítő rendezvényt, ami a hagyományainkra, a gasztronómiára, a kultúrára épül. Gondolkodtunk főzésbe, pörkölt főzésbe, aztán azt valahogy úgy alakult, hogy talán itt ez a november vége még egy holt szezon, az időjárás az ennek való, legyen ez egy nem is kolbász töltő, hiszen a kolbászt csak megtöltjük, de mi szeretjük megenni, legyen ez egy sült kolbász fesztivál. Minden résztvevő csapat ingyenesen kapott 10 kg sertés darált húst, 2 kg fehér kenyeret és egy nagy tubus mustárt, valamint egy-egy dedikált helyet, ahol elkészíthette és elfogyaszthatta a végtermékeket. Első alkalommal hagyományteremtő rendezvényként alakult a Dunamenti Sült Kolbász Fesztivál. Az első rendezvényre már közel 40 csapat jelentkezett, pontosabban 39, és mindenféle számítások alapján közel 600 kg darált húsból készül a mai sült kolbász adag. A rendezvényen több mint 700-an vannak, 16 településről érkeztek a csapatok. A Vármegye Székhely intézményei és a környékbeli települések civil szervezeteinek csapatai mind képviseltették magukat. A hideg idő ellenére kiváló hangulatban telt az esemény, ahol remek kolbászokat töltöttek és sütöttek. A kóstolások megvoltak már, hát a receptünk az olyan titkos, hogy ezt nem árulhatjuk el. Igazából itt a kolbász töltelék úgy állt össze, hogy mindenki hozzátette, amilyen van. Úgyhogy így készültünk el, több száj is megkóstolta, úgyhogy bízunk benne, hogy nyerő lesz a kolbászunk. A jó hangulathoz hozzájárult a színpadon fellépő decsi hagyományőrző férfi kórus, a bátaszéki székely unokák tánccsoportja és a bogyiszlói zenekar felemelő közreműködése. Felállították Szekszárd város karácsonyfáját a Béla király téren. A fát a szokásokhoz híven ezúttal is magánszemélyek felajánlásain keresztül választották. Kivágták Szekszárd karácsonyfáját. A körülbelül 20 éves, 10 méter magas és 1 tonna súlyú fenyőt a hagyományokhoz híven egy szekszárdi magánszemély ajánlotta fel a város számára. A Csengei Dénes utcában a szakemberek daru és fűrész segítségével emelték ki a fát. Ezt követően a fát elszállították a Béla király térre. A művelet szervezése és végrehajtása nem volt egyszerű, mondta Spanyol Adrián, az Aliska Terra Nonprofit Kft. Osztályvezetője. A kivágást azt a csapatom, tehát a zöld felületkarbantartási csapat vágja ki, és a daruzást és a szállítást azt pedig egy magán vállalkozók végzik, és ezt ingyen és bérmentve ajánlják fel. És a rendőrség segítségével ugye felvezetik, és ide hozzák, ide szállítják. És utána mi pedig a fát megfaragjuk, felállítjuk, és ki van pányvázva. Tehát ki van rögzítve, hogy ez biztonságos legyen. A fára ezt követően díszítés vár. Az érdeklődők a Béla király téren január 6-ig tekinthetik meg a fenyőt. Újabb negyedik elemmel bővül a családtámogatási rendszer, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.
Hornung Ágnes emlékeztetett, hogy 2010 óta épül Magyarországon az átfogó családtámogatási rendszer, amely minden élethelyzetre megoldást kínál, vagyis a teljes életutat lefedi. Az intézkedéseknek eddig három fő pillére volt: az otthonteremtés, az anyagi biztonság és a döntési szabadság a munka, illetve a magánélet között. A már meghozott több mint 30 intézkedés nagyobb része ebbe a három pillérbe tartozott. Hozzátette, az otthonteremtési támogatás Európa legnagyobb ilyen programja. 2024. januárjától tovább bővül. A családtámogatási rendszert minden évben felülvizsgálja a kormány, és a pillérek most kiegészülnek a testi, lelki és szellemi egészséggel, mert ez egy olyan pont, ami hosszú távon biztosíthatja a nemzet fennmaradását és a családok boldogságát, mondta az államtitkár. Teltházas koncertet adott november 25-én este a Tamási Koncert fúvó zenekar Tamásiban, a Művelődési Központban. Popfesztivál című műsorukban világhírű előadók dalaiból készült feldolgozásokat játszottak. A Popfesztivál című koncerten világhírű előadók műveit hallatta a közönség fúvós hangszerek tolmácsolásában. Abba, Queen, Elton John, Robbie Williams, csak néhány ismert név a széles repertoárból. A visszajelzések alapján jött az ötlet egy könnyedebb hangvételű koncert megvalósítására, mondta el Varga Balázs, a Tamási Koncert fúvószenekar művészeti vezetője. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ez elég jó ötlet volt, hiszen fantasztikus közönségünk volt, tehát háza nagyon rég volt már ekkora nagy sikerünk és ekkora nagy érdeklődés, úgyhogy azt gondolom, hogy az jó döntés volt. Az előadás teltházas volt. Sokan szerettek volna bejutni, azonban minden jegy elkelt. A koncert egy későbbi időpontban megismétlésre kerül, valamint készül a zenekar egy hasonlóan nagyszabású produkcióval. Februárban, ahogy mondtam, megismételjük ezt a koncertet, és akkor úgy terveztük, hogy április környékén szeretnénk csinálni egy filmzenekoncertet. Ugyanis az megint csak egy olyan dolog, ami elég népszerű tud lenni a közönség körében is, és a zenekar körében is, ugyanakkor elég nagy szakmai kihívás nekünk is, tehát szép feladat van előttünk. A fúvósok 2022-ben ünnepelték a zenekar 60 éves fennállását. Szoboravató ünnepséget tartottak november 25-én Szekszárdon a Liszt-Ferenc téren. Az emlékmű Lányi Péter zongora művész tiszteletére készült a róla elnevezett alapítvány támogatásával. Az alkotás címe a zongora művész, amelyet Fusz György szobrászművész készített. Lányi Péter szekszárdi születésű zongora művész volt. Bár munkája gyakran elszólította más városokba, mindvégig szekszárdi maradt egészen 2017-ben bekövetkezett haláláig. Tisztelői létrehozták a Lányi Péter alapítványt. Az emlékmű közadakozásból készült el. Fusz György, szobrászművész, jó kapcsolatot ápolt Lányi Péterrel, akit kiváló embernek, nagyszerű művésznek ismert, ugyanakkor kiemelte zárkozottságát. Hogy most mennyire nyitja meg a barátságot, én úgy éreztem, hogy megvagyunk, de azért volt egy ilyen nagyon jó távolság. Ezért is volt talán nehéz egy picikét elsőre. És én kérdeztem nagyon sokakat, hogy mit gondolnak, és hogy tudjam ezt formailag megközelíteni, mert igazából itt az volt a lényeg, hogy valahogy formailag kellett megközelíteni itt őt, és ezért gondolom ez a zárt tömeg, ennek a bizonyos megnyitása, a titkok, hogy be lehet tekinteni kicsit egy ilyen zárt emberi művész életbe, ez az, amit szerettem volna itt. Lányi Péter ötlete hívta életre a Muslinca kórust, melynek alapítója volt és a lelke. Az előzőekben a polgármester úrral együtt lelebleztük Fusz György Ferenci Díjas szobrászművész a Zongora művész című Lányi Péter szellemét, szellemiségét megidéző művét, alkotását. Nekem Péter egy művéről kell beszélnem, a szekszárdi Muslinca kórusról. Vállom a kijelentésem, miszerint a Muslinca kórus Péternek a műve volt, és az még a mai napig is, ahogyan az előzőekben hallható is volt, hiszen létezünk, próbálunk, fellépéseket vállalunk, közösséget alkotunk, és élvezzük egymás társaságát, mind a mai napig. A Carrarai márványból készült emlékmű méltó társaságba került Liszt Ferenc mellszobra mellé.
A Garai Székelykör Egyesület november 25-én szombaton zárta ünnepélyes keretekben az idei évadját. A Guzsajason a helyi csoportok mellett Hőgyészről érkeztek a Székelykör Bokréta Néptánc csoport tagjai, hogy együtt ápolják a székely hagyományokat. Andrásnapi Guzsajas Egyesületünk évadzáró eseménye. A kezdetekben egy baráti beszélgetéssel és vacsorával zártuk az évet Egyesületünk alapításának idejében. Azután kibővült az esemény, művészeti csoportjainkat is felléptettük. Egyre több vendég, hozzátartozó érkezett az ünnepre, egyre több fellépőnk volt. Itt a kultúrházban nagyon jó helyszínünk van, szép, bő színpaddal, hangosítással, minden adott egy kulturális műsorhoz, egy vacsorához, majd egy táncházhoz. 4 év alatt jelentősen 64%-ról 75%-ra nőtt a saját lakásra rendelkezők aránya a 30-59 évesek körében, derül ki egy kutatás szerint. A válaszadók 56%-a önálló családi házban lakik, 19%-uk lakótelepi panellakásban, 10%-uk társasházban, 8%-uk lakóparki ingatlanban, 7%-uk pedig a sor- vagy ikerházban. Az átlagos lakásméret 82 négyzetméter, ez nem változott a korábbi évekhez viszonyítva. A fővárosi lakóingatlanok a legkisebb alapterületűek átlagban 62 négyzetméteresek, míg a falvakban 92 négyzetméteresek. A válaszadók 75%-a él saját lakó ingatlanában. A szülők tulajdonában lévő ingatlanban élők aránya a 3 és 4 évvel korábbi 17% és 19%-ról idén 12%-ra csökkent. A saját lakásban élők átlagosan 12 éve szerezték meg az ingatlant, ahol élnek. A felmérés 500 válaszadó megkérdezésével készült, összetételük nem kor, régió és település típus alapján reprezentálja a 30-59 éves magyar lakosságot. Babits Mihály születésének 140. évfordulója alkalmából koszorúzást tartottak a költő szülőházánál. Városunk ennek tiszteletére minden évben megemlékezést tart a Babits Mihály emlékház kertjében álló szobornál. Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott. 140 éve született Babits Mihály. Rubányi Anita múzeum pedagógus, előadó művész szavalta el Babits Mihály Hazám című versét. Ezt követően a résztvevők sorra a Farkas Pál által készített Babits Mihály szoborhoz vonultak, és koszorút helyeztek a szobor elé, így kimutatva tiszteletüket a költő felé. Rendezvénysorozattal emlékeztek ezen kívül a Babits Mihály általános iskola tanulói is. Minden tanévben megemlékezünk egyébként Babits Mihály születésnapjáról. Hát ebben a tanévben különleges ez az évfordulónk, hiszen Babits Mihály születésének 140. évfordulóját ünnepeljük, illetve a szekszárdi Babits Mihály általános iskola 65. jubileuma van ebben a tanévben, és most egy 3 napos rendezvénysorozattal ünnepeljük ezeket a jubileumi éveket. A híres költő Szekszárdon látta meg a napvilágot 1883. november 26-án. Városunk ennek tiszteletére minden évben megemlékezést tart városszerte. Itt szavalóversenyt hirdettünk megye általános iskoláinak, Babits szavalatokkal, Babits versekkel, illetve más művekkel is neveztek a gyerekek 5-től 8. évfolyamig. Ezt csütörtökön tartottuk, ezt a versmondó versenyt. Rubányi Anita előadó művész volt a zsűri elnöke, már hagyományosan évek óta. Orbán György is zsűrizett, és nagyon színvonalas verseket hallhattunk. Nagyon örültünk ezeknek a produkcióknak. A koszorúzással egybekötött megemlékezést a Babits Mihály emlékházban rendezték meg. A költő 1941-ben halt meg. Regionális híreink következnek. Ki kell vezetni a forgalmat Kertvárosból. Az elkerülőre terelni a teherautókat a Polgári Párt Pécsen. A vetőmag az élet, az ágazatnak meg kell küzdenie a kihívásokkal. Készségek, képességek, lehetőségek. Pályaorientációs nap a pécsi Refiben.
meg kell oldani, hogy ne a pécsi kertvároson keresztül haladjanak a kamionok. Ezt mondja a Fidesz-KDNP pártszövetség képviselője. Komarás Péter szerint ez kivitelezhető, így az elkerülő felé terelnék a szállító járműveket. Ezen kívül számos intézkedéssel javítanák a kertvárosi részben élők helyzetét, ha sikerülne nyerniük a jövő évi választáson. Traktor és az utána kötött pótkocsi, ez is része a kertvárosi forgalomnak Pécsen. A városrész gépjármű terhelését akarja csökkenteni a helyi Fidesz-KDNP. Erről beszélt a pártszövetség önkormányzati képviselője. Kamarás Péter szerint a mostani baloldali városvezetés csak látszat megoldást ad erre a problémára. Az a megoldás, amit most a baloldali városvezetés csinál, hogy ott Nagy Árpádnál ilyen baráti cégek építenek valami lassítást, ott ez szerintünk egy komolytalan áthidaló megoldás lehet maximum. A mi elképzelésünk az, hogy a délről jövő forgalmat, és nyilván ugye a nyugatról jövő forgalmat, már a Pogányi reptérnél elterelnénk a nyugati ipari útnak az irányába, tehát az semmiképpen nem jönne be már a temetőig sem, sőt nem jönne már be a reménypusztáig sem, hanem elmenne abba az irányba. Ez egyébként egy fél kilométeres út elkészítésével megoldható. Más irányból is az elkerülő felé vinnék a forgalmat. Ugyanez megtörténne a Maléter Pál út, Nagy Árpád út forgalmának az elterelésével. Tehát gyakorlatilag Kertváros kikerülne ebből az óriási terforgalomból, ebből az óriási kamionforgalomból. Azt gondoljuk, hogy ezt egyrészt megérdemlik a kertvárosiak, másrészt környezetvédelmi szempontból is ez lenne a legjobb megoldás. Ha a polgári oldalnak bizalmat szavaznak a jövő évi választáson, mindenképp ezt el fogjuk végezni, megcsináljuk. Kamarás Péter elmondta még, hogy egy egész tervet dolgoztak ki, amivel javíthatnak a kertvárosiak életkörülményein. Ez a forgalomkorlátozáson kívül más területeket is érint. Mi azt gondoljuk, hogy ez a városrész, ami a lakosság számát tekintve igazából nagyobb, mint Szekszárdnak a lakosság száma, bőven megérdemli azt, hogy külön foglalkozzunk velük. Ebben a koncepcióban szerepel 1000 új parkolóhelynek a létesítése, 10 000 fának az elültetése, a Csontvári utcai rendelőintézetben a szakrendeléseknek a visszaállítása, illetve az ipari parknak a teljes benépesítése, és ezzel a kertvárosi lakóknak, a állampolgároknak a munkahelyeknek a pluszban a való biztosítása. Ez az a koncepció, amit megvalósítanának Pécs kertvárosi részén a sikeres választás után jövőre. Ezekkel pedig több mint 40 000 városlakónak tennék könnyebbé az életkörülményeit Pécsen. A vetőmag az élet hangzott el a Vetőmag Szövetség 30. jubileumi rendezvényén Siófokon. Az ünnepségen részt vett az Európai Szövetség főtitkára Karlik von Essen, valamint Nagy István agrárminiszter is. Az előadók emlékeztettek, a mai kihívásokkal teli világban nem lehet fontosabb, mint az élelmezés biztonság és az előrelátás, az éghajlat és a gazdasági politikai befolyásoló tényezők miatt. 120-130 000 hektár. Ekkora az a terület, amelyen ma Magyarországon vetőmag termesztéssel foglalkoznak. A hazai vetőmagok a világ élvonalába tartoznak. A vetőmag ágazat ebben a szellemiségben dolgozik, és mindig előre gondolkodunk. Nem könnyű feladat, ugyanakkor alapfeladatunk, hiszen ha erről beszélünk, akkor egy nemesítő, aki most elkezdi a munkáját, és minden nemesítvénye sikeres, vagy az első munkája sikeres, akkor bizony legalább 10 év eltelik addig, amíg ennek a új nemesítvénynek a vetőmagja eljuthat a termelőhöz. Hiszen ezt ki kell nemesíteni, a vetőmagját elő kell állítani, le kell tesztelni, hogy megfelel-e az adott körülményeknek, és utána kerülhet természetesen köztermesztésbe. A dráguló alapanyagok, a világ változásai az ágazatot is sújtják. A szakmának közös erővel kell megküzdenie az új kihívásokkal. Erre tért ki beszédében Karlik von Essen, az Európai Vetőmag Szövetség főtitkára is. Nagy István agrárminiszter pedig abban kérte a német szakember segítségét, hogy álljanak ki az elért eredményeik mellett a különböző ideológiai divatirányzatokkal szemben. Nem lehet veszélyeztetni az élelmiszer előállítást mindenféle divatos irányzattal. És a szakmai szervezetek azok, akik megbecsültségüknél fogva, tekintőjüknél fogva, elfogultság nélkül el tudják mondani az embereknek azt, hitelesen,
hogy mi is az igazság. És ezt kértem tőle, hogy legyen szíves, tegyék meg, hogy ne legyen veszélyeztetve az oktalan növényvédőszer használat, ne legyen veszélyeztetve semmi olyan kérdéskör, ami a mindennapi biztonságos termelést veszélyeztetné. A szaktárca vezetője hozzátette, a magyar kormány a józanész politikáját képviseli. Óriási a felelőssége mindenkinek abban, hogy az élelmezés biztonságot minden nap garantálni lehessen mindenki számára. Az idei Vetőmagszövetség díjat több évtizedes búzanemesítői és kutató életpálya eredményeiért dr. Láng László kapta. Milyen területen tudja megállni majd a helyét az adott diák? Milyen lehetőségek közül választhatnak a tanulók? Milyen jó példák vannak a különböző szakmákban? Ezekről mind hallhattak a Pécsi Református Gimnázium diákjai pénteken. Pályaorientációs napot tartottak nekik, hogy segítséget kapjanak a továbbtanuláshoz. Tornyot építettek újságokból ezek a 16 éves diákok a Pécsi Református Gimnáziumban. Ezeknek a lányoknak jól sikerült teljesíteni a feladatot. Hát egyszer ledőlt, de újraépítettük. Milyen volt az együttműködés, tudtok együtt dolgozni? Igen, hát, persze. Itt az eredmény, hogy tudunk együtt dolgozni. Éppen ez volt a középpontban, amit be akart mutatni a szakember a gyakorlat során. Cseh Judit azt mondja, ez egy olyan fontos készség, amit el kell sajátítaniuk a fiataloknak. A csoportmunkára próbáljuk ösztönözni a fiatalokat, mert hogy alapvetően az iskolarendszer klasszikus felállásában kevés együttműködési lehetőségük van, ugyanakkor a munkavilágában azt gondolom a tímben, projektben, csoportban való együttműködés nélkülözhetetlen, és ez a kis foglalkozás arról szól, hogy különböző inspiráló feladatok keretében kipróbálhassák magukat párban, kis csoportban, nagyobb csoportban, saját élményt szerezzenek, és megnézzék azt, hogy körülbelül mik azok a szerepek, amik rájuk jellemzőek, hogyan működik egy csoportdinamika, hogy lehet egymást inspirálni. Ilyen foglalkozások is voltak a Refiben pénteken, ahol pályaorientáció napot tartott az oktatási intézmény. Már 6 éve rendezik meg ezeket az eseményeket, hogy segítsék a diákokat. A végzős Hoppál Anilla azt mondja, hasznosak voltak ezek az alkalmak. A tavaly és a tavaly előtti alkalmakon is nagyon hasznos előadásokon vehetünk részt, mert voltak nekünk olyan előadások, hogy ismereti teszt, hogy te milyen vagy, milyen munka illhet hozzád, és hogy hol kéne neked elhelyezkedned, és mit kéne neked csinálnod. Igazából ez adott nekünk egy kis támpontot, hogy igazából merre induljunk el. És akkor a következő években pedig már választottunk, hogy melyik karokra szeretnénk elmenni, megnézni, hogy mit szeretnénk választani, és mit szeretnénk majd csinálni. Ezek is nagyon sok információt tartalmaztak, amik nagyon segítettek nekünk abban, hogy körülbelül most már így végzősként tudjuk, hogy merre szeretnénk elindulni. A nap része, hogy egykori diákjait is visszavárja a gimnázium. Azokat, akik sikereket értek el további életükben, erről beszélnek a középiskolásoknak. Az igazgató azt mondja, nem csak a pályaorientációs napon, hanem egész évben segítik a gyerekeket jövőjük építésében. Itt az osztályfőnöki órák, az osztályfőnökök személyes segítségnyújtása, két kolléganőm szokott még szintén személyes beszélgetést tartani velük, Kis Szilvia kolléganőm, aki a gazdája ennek a programnak, és Csík Ágnes kolléganőm, aki az ötletgazdája szintén ennek a pályaorientációs napnak, hozzájuk is fordulhatnak segítségére a diákok. Szoktunk szervezni szülőkölcsönzőt, bejönnek az intézményünkhez kötődő szülők, és a diákok egy délután keretében elbeszélgethetnek, ők pedig be tudják mutatni a szakmájukat. Egyébként jelenleg a Pécsi Refi több mint 10 tagintézménnyel rendelkezik, mintegy 2000 diák jár hozzájuk. Így Baranyában jelentős súllyal van jelen az intézmény, zárta az igazgató. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit, még egyszer röviden. Első dunamenti sültkolbász fesztivál. Kiváló hangulat és hatalmas érdeklődés. 1 tonna és 10 méter. Felállították a város karácsonyfáját Szekszárdon. Popfesztivál. Fellépett a Tamási koncert fúvózenekar. Szoboravatás. Emlékművet állítottak Lányi Péter zongora művésznek.
Kedden mediterrán ciklon okozta borongós, csapadékos napunk lesz távozó melegfronti, illetve közeledő hidegfronti hatással. Délelőtt a Dunántúlon támad erősödő északnyugati szél. A Kárpát-medencében található hideg levegőre a melegfronttal beáramló melegebb légtömeg, majd az ismételt hidegfronttal érkező hideg légtömeg hatására térben és időben is változó és bizonytalanul előrejelezhető halmazállapotban hullik a csapadék. Az ország déli kétharmadán kiadós eső a valószínűbb. A csapadékmező napközben kelet felé vonul, így a Dunántúl nagy részén esőből is inkább csak reggel délelőtt várható számottevőbb. Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keresnek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!